Érzékszerveink egyike a másti témánk. Az érzékszerveink segítenek megismerni a világot, és biztosítják, hogy hozzájussunk azokhoz az információkhoz, amelyek nélkülözhetetlenek a teljes értékű élethez. Fülünk a hallás érzékszerve, és ez nem csak azért nélkülözhetetlen, mert ugye a kommunikációban a hallásunk nagyon fontos, hogy meghalljuk egymás szavát és jól értsük azt, amit mond, hanem nagy szerepet játszik például a tájékozódásban és a biztonságérzetben is. Igen. A normál háttérzaj, amit mindannyian hallunk, az nélkülözhetetlen az általános biztonságérzetünk szempontjából. Akár egy csendes szobában is körülbelül 30 decibel mértékű, nagyságú alapzaj van, erre mindannyiunknak szükségünk van. Például egy tökéletes süket szobában, ahol csak a saját testünk zajait lehet hallani, rövid időn belül komoly idegrendszeri panaszok kialakulását is észre lehet venni, akár halucináció is felléphet, hiszen teljesen elvesztjük a biztonságérzetünket egy ilyen süket szobában, illetve a tájékozódási képességünket is. Bár az emberi fül nem olyan kifinomult navigációs eszköz, mint mondjuk a denevéreké vagy a delfineké, mégis nagy szerepet játszik a tájékozódásunkban. A hallásunkkal be tudjuk határolni a hangforrás helyét, a hangforrás és a köztünk lévő távolság mértékét, a hangot adó tárgyak vagy emberek pontos helyzetét, térbeli elhelyezkedését. A hallás elvesztésével a tájékozódási képességünk is csökken. A felnőtt emberek hallására kapcsolatos az, hogy a maximálisan észlelhető rezgés tartományunk 20-tól 20 000 hercig tart. A legérzékenyebb rezgés tartománya 300 és 3000 Hz között van, ezt nevezzük beszédspektrumnak, és akkor meg kell említenem azt is, hogy az általában mért fájdalom küszöb a 130 decibel. Ez már az a szintű hangos zaj, amit a biológiánk már nehezebb visel el, és fájdalommal reagál. A hallás sérülései között a teljesség igénye nélkül csak a nagyot hallást, a siketséget, vagy a beszéd felismerés zavarát említem meg, mert nagyon fontos az, hogy a hallásunkkal kapcsolatos programokat, értelmes biológiai különprogramokat is figyelembe vegyük. Az egészséges emberi fül körülbelül 400 ezer hang megkülönböztetésére képes. A környezet hangjait és az emberi beszédet akkor tudjuk tökéletesen feldolgozni, hogyha a hallásunk megfelelően működik. Sajnos az emberek többségének csak akkor kezd fontos lenni a hallás, amikor tudatosodik a hallóképességének romlása. Hogy milyen tünetek esetén beszélünk hallás károsodásról, mit kell ez alatt érteni, mi okozhatja a halláscsökkenést, és milyen típusú zavarokat, betegségeket különböztetünk meg, azt a germán gyógytudomány tükrében dr. Budai László Károly fogja elmondani. Nagyon köszönöm Rékának ezt a nagyon részletes és nagyon fontos információkat tartalmazó bevezetőjét, hisz már nagyon sok mindent elmondott így helyettem, nem kell ezt ismételgessem. És a lényeg az volna, hogy valójában megértsük, hogy hogyan alakulnak ki a hallás és egyensúly zavarok, hogyan vonatkozik a germán gyógytudomány ezekre az esetekre is. Ugye azzal kell kezdenünk, hogy a germán gyógytudományt dr. Rike Gerdhammer fedezte fel és írta le. Kezdetben új medicina néven szerepelt ez a tudomány, csak hogy annyiféle új medicina jelent meg még életében, ezért ezt germán gyógytudományra változtatta, és hát a GNM az a germán új medicinának a rövidítése lenne. Szóval dr. Rike Gerdhammer egy olyan fantasztikus feltaláló orvos, aki a találmányait után megkapja a jogdíjat, és ebből már tudja a családjának az anyagi biztonságát fedezni, és eldönti a szintén orvos feleségével együtt, hogy a Olaszországban mennek gyógyítani a szegényeket. Na most ennek az volt a lényege, hogy
Hammer doktor családostól kiköltözik Nápolyba, és az a szerencsétlenség történik 1978-ban, augusztusban, hogy egy korzikai hajókirándulás során a 19 éves fiát két lövéssel halálosan megsebesíti az olasz trónörökös. És hiába küzd Hammer doktor 111 napon keresztül a fia életéért, 78. december 7-én a 19 éves fia, Dirk Hammer meghal a karjai között. Ez az a tragédia, ami elindít egy biológiai programot Hammer doktornak a szervezetében, és ez a váratlan esemény hatására, a fia elvesztése nára erre daganatot okozott, és ez gondolkodtatta el Hammer doktort, hogy kell legyen valamilyen kapcsolat az ő erre daganata és a fia elvesztése között. Több mint 200 daganatos beteget kérdez ki első körben, és felfedezi az első biológiai természettörvényt, amit akkor ő a rák vastörvényének nevezett, hiszen még nem tudta, hogy ezután még további négy törvényt fog felfedezni, és ebben rögzíti azokat az ismérveket, kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy biológiai válasz elinduljon a szervezetünkben. Fia tiszteletére Dirk Hammer szindrómának, rövidítve DHS-nek nevezi azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szervezetünkben egy biológiai válasz elinduljon. Tehát mindenképpen egy érzelmi konfliktusról van szó, amit váratlanul, meglepetésszerűen éltünk meg, és egy súlyos történetről volt szó. Ilyet mindenki meg fog élni az életében. Kérdés az, hogy meddig maradunk benne a konfliktusban. Mert ez a lényeges, meghatározó tényező, minél tovább benne maradunk a konfliktusban, annál hosszabb lesz a konfliktus aktív fázis, és ebből következően a megoldási szakasz is. Lényeges az is, hogy ezt magányosan éljük át, tehát nem beszéljük ki, magunkba fojtjuk a fájdalmainkat, nem beszéljük meg, és ez az egész, ez az öt kritérium az, ami tehát elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot. Ezt Hammer doktor EBK-nak rövidíti, értelmes biológiai különprogram, és lényeges az is, hogy a konfliktus pillanatában rögzülnek az úgynevezett sínek, vagyis a körülmények. Ez azt jelenti, hogy most már konfliktus nélkül is csupán a sínek lesznek azok, amik emlékeztetnek minket arra, hogy a program beinduljon, és már is felhozhatom példának a szédülést, amikor váratlanul, meglepetésszerűen csak megszédülünk, mert volt egy olyan történet az életünkben, amitől megijedtünk, hogy elesünk, vagy elesett mellettünk valaki, vagy éppen valami bizonytalanság lépett fel az életünkben váratlanul, meglepetésszerűen, ez megrázott minket, nem oldottuk fel estére, és ezután hasonló körülmények között, ahogyan ezt átéltük, a szédülés újra és újra be fog állni. Amikor tisztázzuk a konfliktust, a szédülés abban a pillanatban teljesen megszűnik. Tehát a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog mindig egy szervi elváltozást elindítani a szervezetünkben. A lélek agyszerv tengelyt Hammer doktor egy tudományos táblázatba foglalta össze, és mivel 2 éven keresztül folyamatosan a rendelőben én ezt teszteltem, és rájöttem, hogy mindig Hammer doktornak van igaza, tehát úgy döntöttem, hogy ezután csak azzal szeretnék foglalkozni, hogy a betegségek valós okát keressük meg, és oldjuk meg. Tehát még egyszer a DHS azt jelenti, a Dirk Hammer szindróma, hogy megéltünk egy váratlan, meglepetésszerű, súlyos érzelmi történetet. És a kérdés csak az, hogy ezt mikor oldottuk fel. Mert ha benne maradtunk a konfliktusba, és magányosan éltünk át, akkor a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindította a szervi elváltozást, és ameddig nem oldjuk föl érzelmileg, az érzelmileg elindított konfliktust, addig a sínek fognak gondoskodni arról, hogy
a tünetek újra és újra beinduljanak. Te az előbb említetted a szédülést. Ez alatt azt kell érteni, hogyha valaki látott egy másik embert elesni, vagy összeesni azonos körülmények között, akár anélkül, hogy tudatosodna benne az, hogy ugyanilyen idő volt akkor is, amikor Igen. a látvány előttem megtörtént, csak a sinek miatt ő is meg tud szédülni? Igen. Pontosan erről van szó, és hát csodálatos gyógyulások történnek meg, amikor valaki fölfedi, hogy az elesései hogyan élték, teszem azt, már gyerekkorában megtörtént az, hogy elesett biciklivel, mert biciklizett a havon vagy a jegen, aztán elesett, nem tudom én hol, váratlanul, meglepetésszerűen, és akkor hirtelen az embernek eszébe jutnak ezek az elesések, és ezeknek a tisztázása, mondjam azt, hogy kinevetése, tehát érzelmi feloldása, ez teljes mértékben a szédülést meg fogja oldani. De ne fussunk ennyire előre, mert akkor miről fogok beszélni a végén? Csak nagyon kíváncsi vagyok. Gondolom a hallgatóság is, de hát még a hallásra is ki fogunk térni, de azért is említettem ezt meg, mert ezek az úgynevezett látványos gyógyulások, mert akár tanfolyamon is előfordult már, hogy valaki tisztázta a szédülését, és utána megcsináltuk a megfelelő klinikai próbát, tehát fél lábon megállt, becsukott szemmel, és tudta az orrahegyét érinteni a mutatóujjával, tehát minden tökéletesen rendben működött, nem volt szédülése. Tehát nem csak a maga melesése, hanem ha valaki mellettem váratlanul elesett, vagy azt hallottam, hogy elesett, ez is már a szédülésnek az érzését be fogja indítani, mindaddig, amíg én ezt nem tisztázom és nem zárom le. Tehát megint csak az első javaslat, az első megoldási kulcs, nem újjék el a nap a te haragoddal, tessenek este lefekvéskor lezárni minden kellemetlen történetet, és akkor ez nem fog krónikus betegségé alakulni. Mert hogy mindenki számára az egyetlen valósága saját megélése. És nem az számít sosem, hogy mi történt, hanem hogy valójában nekem mi volt az a megélésem egy adott történeten belül. Mert lehet, hogy valaki nem a hang élményre reagál, hanem a látványra és arra fog reagálni. Tehát itt mindig a beteg fogja tudni elmondani, hogy neki mi volt a megélése. Hammer doktor a rák vastörvénye felfedezése után nem hagyta abba a kutatást, mert rájött, hogy valójában a DHS az csak az első pillanat, itt látjuk a Hammer iránytűnetben, a háromszögben az első függőleges vonalon. Ugye azt mondtam, hogy ameddig benne ragadunk a konfliktusban, nos ez a terület itt kék színnel van jelölve, ez a konfliktus aktív szakasz. És lehet itt egy hallással kapcsolatos konfliktust akkor most felhozni. Azt Valami, hallottam, hogy azt hallottam, hogy legyen egy olyan dolog, szeretnék valami információt mindenképpen megkapni. Nagyon vágyom arra, hogy azt halljam, hogy a gyerekem bejutott az egyetemre. Már alig várom, hogy a felhívjon és a telefonba bemondja, hogy anya, apa, sikerült a felvételén. Nos, ugye elmegy a gyermek felvételizni, már előtte órákra jár, a szülők elképzelik, hogy a gyerek mindjárt csörög a telefon, és fel fogja hívni. Ez a hangfalatnak a megkapásának a konfliktus aktív szakasza, majd jön a konfliktus megoldás, amikor tényleg megkapja az információt. Most függetlenül attól, hogy ez pozitív vagy negatív kérdés, hogy lesz-e újabb konfliktus belőle, vagy megoldja. Mert ha bejutott, akkor megoldotta a hangfalatot, és a középfülben addig fölszaporított sejtek elkezdenek lebomlani, és ebből lesz a középfülgyulladás. És mivel arról volt szó, hogy meg szeretnék kapni egy hangfalatot, kezesség nélkül mindenkinek a jobb füle fog begyulladni. A gyulladásos tüneteket mindannyian ismerjük, ugye fájdalom, láz, esetleg hidegrázás, duzzanat, pirosság, ezek mind a gyulladás tünetei, és az exudatív fázis itt annyit jelent, hogy víz gyülemlik be a gyulladt területre. Miről van szó? A konfliktus aktív szakaszban felszaporított sejteket le kell bontani, mert most már feleslegessé váltak. Ez az egész fájdalom átmenetileg megszűnik az epileptoid krízisben, majd újra jelentkezik.
a hegesedési fázisban. Amúgy az epileptoid krízisben ki fogjuk adni a dobhártya, és a szomorú az, hogy mindig felül lyukad ki, és azért az összes gény nem tud kifolyni a középfülből, tehát a hegesedési fázis az elhúzódó lesz. De adott esetben ez az egész begyógyul magától, ha idejében látja el szakorvos ezt a pácienst, akkor nyilván, hogy a dobhártya alsó részén csinál egy nyílást, és akkor az gennyes váladékot gyorsan ki tud ürülni. Tehát a biológiát meg lehet segíteni a gyógyulásban, nem kell feltétlenül végig szenvedni az egészet, és csak felhívom a figyelmet arra, hogy nem kell a mosóvízzel a gyereket is kidobni, tehát amit a medicinában tanultunk, nagyon sok dolog jó és használható, és itt például a dobhártyának a paracentézise is egy nagyon fontos történet. Tehát itt most egy hangfalat konfliktusról beszéltünk, tehát arról szól minden értelmes biológiai különprogram, és nem betegség, hogy van egy konfliktus aktív szakasz, ami addig tart, ameddig benne ülök a konfliktusban, és van egy megoldási szakasz, aminek a hossza attól függ, hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív szakasz. Teljesen normális, itt mindig gyulladásos tünetek fognak jelentkezni, és a végén a folyamat lezáródik, hát mondjam azt, hogy ideális esetben. De mi van akkor, ha krónikus beteg lesz valaki? Mitől leszünk krónikus betegek? Hát attól leszünk krónikus betegek, hogy mondjuk meg se oldjuk a konfliktust, vagy érzelmileg nem oldottuk meg a konfliktust, csak úgymond lekerültünk a sinekről, és a sinek újra és újra elindítják bennünk a programot, ami újra meg újra teljesen végigfut, ezt látjuk itt a policiklikus lefolyásban, újabb és újabb végigfutott programokat látunk, de az is előfordul, hogy a konfliktus a megoldási szakaszban akad el, amint itt látjuk, teljesen elakad, és rövid ideig újra sínre kerülünk, és megint megoldási szakaszba kerülünk, és gyakorlatilag a gyulladásos tünetek folyamatosan fönt fognak maradni. Nos, hát ezek a lefolyások különböző elnevezésű, úgynevezett betegségeket fognak okozni a szervezetünkben. A harmadik biológiai természettörvényben Hammer doktor tisztázza, ugye, hogy mindenki tudja, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát az értelmes biológiai különprogram során vagy sejteket építek, mint ahogy ezt elmondtam a középfülnél, és a felesleges számban levő sejteket a megoldásban lebontjuk gyulladásos folyamatok közepette, vagy először sejteket sorvasztok, és aztán ezeket a sejteket visszaépítem, vagy működést változtatok, és a működés változás pedig megoldódik a megoldási szakaszban, vagyis a működés helyreáll. Tehát ez a három dolog lehetséges, mert sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Amikor nem működnek már a sejtek, azt úgy hívjuk, hogy holttest. Az, hogy a sejtek mikor fognak sejt szaporodással, vagy sejt sorvadással, vagy működés változással indítani egy programot, az nem véletlenszerű dolog. Azt az embriológiából Hammer doktor levezette, és ezen a képen a csíralemezek és az agy közötti összefüggésre mutat rá. Ugye mindenki egy megtermékenyített petesejtből alakult ki, ez a petesejt elkezdett nagyon gyorsan szaporodni, érdekes, nem nevezik rákos vagy rossz indulatú szaporulatnak ezt a sejtszaporulatot, mert ugye ebből egy ember lesz. Aztán mielőtt a beágyazódás az anyai mély nyálkahártyájába megtörténik, három csíralemezé alakul az a szedernek kinéző rengeteg sejt, ez a szeder csírállapot. És a három csíralemezből adott helyen adott sejtek, szervek alakulnak ki, és ezek egy életen át a működésüket föntartják. Nem költözgetnek ezek a sejtek A pontból B pontba, és ezeknek a sejteknek az irányítását adott idegi központok fogják ellátni. Amint látjuk, sárga színnel az agytörzs, az belső csíralemez endodermából származó sejtek irányítását látja el, és a falat konfliktussal foglalkozik,
Ezen a képen Hammer doktor valóban a táplálék falatot ábrázolja, de a túléléshez nem csak táplálékra van szükség. Szükségünk van levegőre, vízre, hangra és fényre. És itt emelem ki a hangfalat megszerzéséről beszéltem. Az agytörzsben van a központja, és a hangfalat megkapásáért felszaporítottuk a középfülben ugye a sejteket, megoldásban lebontottuk. A narancssárga színnel jelzett középső csirralemez vagy mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja, a kisagy és a fehér állománynak a reléi. Itt olyan félelmeket oldunk meg, amelyek arról szólnak, hogy félünk egy támadástól, bemocskoltságtól, vagy túlzásba viszük az aggódást egy szeretett élőlénnyel kapcsolatosan. Ezek lesznek azok a konfliktusok, amelyek mind a kisagyba fognak becsapódni, és a konfliktus aktív szakaszban felszaporítjuk az írha sejtjeit, vagy az írha függelékeit, felszaporítjuk a burkokat, hashártya, mellhártya, szívburok sejtjeit, vagy a gondozási konfliktus, amikor túlzásba visszük az aggódást, akkor a mellnek a tejtermelő mirigyállományát szaporítjuk föl. Akit ez részletesebben érdekel, a melldaganatnak ez a fajtája, megnézi a mellről szóló, hát összefoglalót, a melldaganatról szóló összefoglalót a videók menüpontban a weblapról. A kisagyról ne feledjük el, hogy a finom mozgásoknak a koordinációját is elvégzi, és az egyensúlyérző ingereknek egy része a kisagyhoz jut, pontosan azért, hogy az izmok koordinációja megfelelő legyen. Ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy azért a kisagynak még számos más feladata is van. Az a kifli-szerűen ábrázolt narancssárga idegi képlet, ugye ez nyílirányú metszetben történt ez a rajz, ez itt azokat a központokat ábrázolja, amelyek viszont az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket fogják venni. És minden önleértékelés az önpusztítás benne van, hogy a konfliktus aktív szakaszban itt mindig a sejt szintű sorvasztással indulunk, és a megoldásban fogjuk visszaépíteni a lebontott sejteket. Az önleértékelés mindig a mozgással kapcsolatos szöveteinket érintik, itt a csontrendszert látjuk ábrázolva Hammer doktor által, és nyilván, hogy a mozdulatnak az alapját a csontok képezik, a csontokat az ízületek, szalagok kötik össze, ez lesz tehát a második szövet, ami az önleértékelés hatására sorvad, majd visszaépül. A harmadik maga az izomzat, ugye, ami végrehajtja a mozdulatot. A negyedik szövet, illetve rész az ereknek a szintje, ami osztóér, gyűjtőér és nyirokér egyben. Az ötödik pedig a kötőszövet, illetve zsírszövet, ami szintén az önleértékelésre sorvad, majd visszaépül a megoldásban. Ezzel kapcsolatosan is külön webkonferenciák foglalkoznak a derékfájással, a felső és alsó végtag ízületeinek a programjaival. A külső csirralemez sejtjeit, ektodermából származó sejtjeit az agykéreg vezérli. Itt, amit látunk, a piros baba az elválasztási konfliktusokat ábrázolja. Ugye ez a bőrünknek a legtetejét, a legkülső részét jelenti, ez mindenki számára látható. Ugye a bőrnek három rétege van, az írha az, ami adja neki az ellenálló képességét, fölötte van a több rétegű elszarosodott labhám, alatta pedig a zsírszövet. Na most ez a több rétegű elszarosodott labhám, ha én elválasztási konfliktust élek meg, akkor ez sorvadni fog, érzéketlenné válik, ezt hívják neurodermitisznek, majd a megoldásban jönnek a mindenféle kellemetlen tünetek, és természetesen a bőr visszanyeri eredeti formáját, összetételét. Az agykéreg nem csak elválasztási konfliktusokat irányít, hanem birtokkal kapcsolatos konfliktusokat, innen indulnak ki az akaratlagos mozgások, és ne felejtjük, hogy minden érzékszervünknek az agykéregbe érkezik az ingerülete.
ahol most éppen mutatom, ugye a fali lebenyben, itt az agyalapon lesz az a rész, ahova a hallással kapcsolatos érzések fognak, illetve idegi impulzusok fognak beérkezni, és maga a hallásérzés itt fog kialakulni. A látás érzése az hátul a nyakszirti lepenyben alakul ki, és megvan az ízérzésnek és az egyéb dolgoknak is a központja. Az agykéreg nem csak sejt sorvadással, majd visszaépítéssel működő programokat vezérel, hanem egyben azokat a programokat is, amelyek működés változással járnak, és akkor ugye itt jön be az egyensúly kérdése. Az egyensúly zavar sose jár sejtszintű pusztulással, visszaépítéssel, ez egy működésváltozás, és ha megoldottuk a konfliktust, akkor a működés helyreáll, vagyis tovább nem fogunk szédülni. Az előbb azt említetted, hogy sejtsorvasztás, meg sejtépítés, meg sejtbontás. Mi határozza meg, hogy mikor bontódik, egyáltalán mi bontja le a sejtjeinket? Minden agyi, minden idegi központra, idegi parancsra történik. Épp ez a nagyszerűsége ennek az ábrának, hogy Hammer doktor azt ábrázolja, hogy az egyes konfliktusok melyik idegi központokba érkeznek, és annak hatására a hozzájuk tartozó szövetekbe mi fog elindulni. Még egyszer akkor röviden. Az agytörzsbe érkező falat konfliktusok, azok mindig a sejtek szaporodásával fog elindulni a program, hiszen az a feladat, hogy megkapjam a falatot, akár táplálék, akár levegő, akár vízfalatról legyen szó, mindig a sejtek szaporodásával indul. Ugyanígy a fény és a hangfalat konfliktus is sejtszaporodást indít. A megoldásban lebontódik, és hát nyilvánvaló, hogy a hegesedés után már nem lesz minden olyan tökéletes, mint volt. Tehát a falat az az alapvető életfeltételeknek a biztosítását jelenti. Természetesen nagyokos emberekként számunkra falatot jelenthet nem csak a táplálék, hanem bármi, amire úgy gondoljuk, hogy nagyon meg szeretnénk kapni. A kis aggyal által vezérelt szerveinkben szintén először építünk, aztán bontunk, mert ugye ha támadnak, ha bemocskolnak, akkor sejtet szaporítok. Az egri védők is megerősítették a falakat, mikor hallották, hogy jön a török, és nem lebontották őket. Ugye teljesen normális reakció a biológia részéről, hogy a támadás a bemocskoltságra sejtet szaporít, de ugyanígy a gondozási konfliktusra is, hiszen ez azt jelenti, hogy az, akiért én aggódok, azt úgy tudom megmenteni, ha biológiailag én táplálom. És akár férfi vagyok, akár nő, képes vagyok a tejmirigy állományomat felszaporítani, hogy biológiailag táplálni tudjam azt, akiért én aggódom. És itt lép be a kezesség kérdése, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, itt jön be az anya-gyerek oldal, partner oldal, vagyis a melldaganat pontosan megmutatja, hogy kiért történt az a bizonyos konfliktus. Aztán innen jön, ahogy szoktam mondani, a felezővonal, vagyis innen változik a program, mert az önleértékelés, az önpusztítás mindig itt sejtszintű sorvasztással kezdődik a mozgással kapcsolatos szöveteinkben. A visszaépítés természetes fájdalmas, lásd, ízületi fájdalmak, csontfájdalmak, egyebek. És az agy kéreg által vezérelt programoknál is, ahol sejttel dolgozik, mint az elválasztási konfliktus, ott is először bontunk és visszaépítünk, de ide tartoznak az érzékszerveknek a irányítása, tehát az érzékszervekből érkező idegi ingerületeknek az érzése. Ne feledjük el, hogy minden érzékszervünk egy traduktor, egy átalakító. Ugye azt mondtad, hogy a fül az a 20-tól 20 000 hercig terjedő hangokat, rezgéseket fogja föl. A hang valójában a rezgése, a levegő rezgése. És ezt fogja föl majd az a központ, ami ide érkezik, de most nem futok elébe, meglátjuk, hogy hogyan alakul a mechanikus inger, maga a rezgés hullám, hogyan alakul ideg ingerületté. A negyedik biológiai természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy a bennünk élő, még egyszer kiemelem, a bennünk élő mikroorganizmusok, a mi segédeink, ők segítenek nekünk lebontani megoldási szakaszban
a feleslegessé vált sejteket, lásd a középfülnél, ők segítenek nekünk lebontani a felesleges sejteket, például az emlő vagy a IRHA programoknál, itt a mikobaktériumok, TBC baktériumok jönnek szóba, de ők segítenek visszaépíteni lebontott sejteket, baktériumok, illetve a vírusok az ektodermánál. Ezt nem akarom tovább részletezni, hogy több időnk jusson magára a mai nap témájára, és az ötödik téma, az ötödik törvény pedig a megértés törvénye, a quintessencia, ami fölteszi a koronát Hammer doktor munkásságára, hiszen bebizonyítja számunkra, hogy értelmes biológiai külön programokról beszélünk, és nem úgynevezett betegségekről. Vagyis, hogy a betegségek azok nem az Isten verése, hanem nem a sors csapása, hanem minden programnak értelme van, és ha kinézzünk az ablakon, és az élővilágot végre megcsodáljuk, akkor rájövünk, hogy minden, ami él, az élni és szaporodni akar, túlélni akar, vagyis bennünk is, a biológiai testünkben, szervezetünkben mindig a túlélő programok fognak érvényesülni, csak az nem értelmes ebben az egészben, hogy mi hetekig, hónapokig, évekig benne csücsülünk a konfliktusba, holott emberi lényként ezeket gyönyörűen föl tudnánk oldani. Tehát a Hammer doktornak a tudományos táblázata pont arra mutat rá, hogy mi az, amit még érzelmileg nem oldottunk föl. És akkor itt van a fül szerkezete benne az egyensúlyérző szervvel. Tudjuk, hogy van egy külső fülnek nevezett részünk, az ugye a fülkagyló és a külső hallójárat, majd a középfül a dobhártya és az ovális ablak közötti rész. A dobhártyának a rezgését a kalapács, az ülő és a kengyel veszi át, és ezeknek a csontocskáknak nagyon fontos szerepük van, mert a nagyon erős hangot letompítják, a nagyon halk hangot pedig felerősítik, és a középfül tehát a hangfalat megszerzésében tölti be a szerepét. Ugyanakkor ne felejtjük el, hogy a dobhártya két oldalán a nyomásnak egyenlőnek kell lennie, és ez csak úgy biztosítható, ha itt az euszták kürtnek nevezett csövecskén keresztül kiegyenlítődik a nyomás. Ehhez nem kell más, csak egy nagyot nyelnünk, vagy belefújunk a befogott orrunkba, és utána nyelünk egyet, és utána az a tompa hallás meg is szűnik, amikor, mit tudom én, nagyon gyorsan szerpentinen felmegyünk egy hegytetőre, vagy légnyomás változást élünk meg, teszem azt, ejtőernyővel kiugorva egy repülőből. A lényege ennek az egésznek, hogy a két oldalán a dobhártyának a nyomás ki tud egyenlítődni. Mint mondtam, a kengyel az ovális ablakra van rátapadva. Itt van egy ovális, meg egy kerek ablak, ami a csigát illeti, és itt látjuk a csigát jobb oldalon, és fölötte pedig ugye az egyensúly érző szervet, a három félkörös ívjáratot, de ezeket részletesebben is fogom mondani. Ez az a felfogó készülékünk, idézőjelbe, ami tehát a hanghullámok rezgései, ami a dobhártya, kalapács, ülő, kengyel közvetítésével megérkezik az ovális ablakhoz, ezt átalakítják ideg ingerületté. Mert a mechanikus ingert idegi árammá, ideg ingerületté alakítjuk át, és ez lesz az, ami eljut a megfelelő agyi központokba. Nos, kezdjük akkor a dolgokat úgy, hogy tisztázzuk a halláskárosodás és szédülésnek a fajtáit, és akkor már ugye beszéltem a hangfalat konfliktusról. Ez a vezetéses halláskárosodás fogja okozni, hogyha nyilvánvaló a hangfalat konfliktus krónikus folyamatba megyen át, hiszen a hang rezgése nem fog eljutni a felfogó, átalakító hallószervhez, a belső fülhöz, ezért kellene a hangfalat konfliktusunkat mindig sürgősen, még aznap megoldani. Na most az idegi károsodást, amit a medicina idegi hallás károsodásnak nevez, az valójában a zavaró zaj kiiktatásáról szól, és itt az a lényeg,
hogy ez már ennek a résznek, a csigának a szerkezetében fog működésváltozást okozni. A hallással kapcsolatos zavaró tényezők viszont, mivel birtokhoz kapcsolódó hangkonfliktusaink is lehetnek, ezért kialakul az úgynevezett konstelláció. Ezzel is mutatok képet, remélem igyekszem ezt elég röviden érthetően elmagyarázni. Tehát itt jönnek be majd azok a dolgok, amikor valaki hangokat hall, és ugye a fentiek is megmondták neki, hogy. Amint azt Réka említette, a bizonytalanság érzése miatt fellép a szédülés, és hogy a hallás károsodásával viszont a biztonságot nyújtó háttérzaj megszűnik, ez van ugye egy teljesen süket szobában, és a tájékozódás bizonytalanná válik, ami már szédülést is vált ki. És megint csak rá tudok csodálkozni a teremtőnek a profizmusára, hogy így mondjam, hogy milyen fantasztikus, hogy ezt a két szervet összekötötte, összefonta egymással, hiszen közük van egymáshoz, a biztonságérzéshez szükséges az, hogy jó legyen a hallásunk is. A téli De tájékozódás nélkül elveszünk. igen, térbeli tájékozódás nélkül nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Tehát ha valakit mondjuk kitesznek egy sivatagi területre, oda lepottyantják, azt se tudja, hogy merre menjen, azt se tudja, hogy hol van, és mondjuk éppen szélcsend van, és nagy melegség, és semmi nem hall, hát ez valami fantasztikus konfliktust jelenthet számára. Tehát ezért a háttérzajnak az érzékelés, ez mindig egy nagyon lényeges dolog. De mint mondtam, minden bizonytalanságot kiváltó érzés és szédülést van maga után, illetve az eleséssel kapcsolatos fel nem oldott konfliktusok is ezt fogják okozni. Na most ez az elesés, ez vonatkozik rám, hogy én magam estem el, vagy mellettem esett el valaki, ezt láttam, vagy hallottam, ezeket a félelmeket még fel nem oldjuk, a szédülés nem fog feloldódni. A hangfalat konfliktus tehát arról szól, hogy egy olyan konfliktus, mely során nagyon szeretnék valamilyen információt megkapni, mint mondtam, ugye szóljon a telefon és szóljon be a gyerek, hogy bejutottam, vagy éppenséggel nagyon szeretnék egy ilyen hangfalattól megszabadulni, mondjuk idegesít már a szomszédnak a kedvenc slágere, és ettől szeretnék megszabadulni. Tehát ez maga a konfliktus. Ugye jobb oldalt érinti az, amit meg szeretnék kapni, a baloldali középfülemet megérinti az a konfliktus, amitől meg szeretnék szabadulni. Nos, ameddig tart a konfliktus aktív szakasz, történik meg a sejtek, az ős sejteknek a felszaporodása az adott középfülben, és itt ne feledjük el, hogy a laposan növekvő reszorpciós adenokarcinóma, hogy Hammer doktor leírja, ez az ősi archaikus hallósejteket jelenti, és természetesen az ős szájban, az ős fülben ennek a felszaporodásával javult a hallásérzetnek a minősége. A megoldásban jön a gennyes középfül gyulladás, akár jobb fülről, akár bal fülről legyen szó, és amint elmondtam, ez a lázzal, fájdalommal, feszültségérzéssel járó folyamat, aztán a dobhártya perforációjával, kiukadásával megkönnyebbülést fog okozni, és utána történik a hegesedés, jelzem, a dobhártya utána vissza fog nőni. Ha már itt tartunk, azért elárulom azt is, hogy állandó középfülgyulladást azért az is okozhat, ha valaki szájlégző, ez nem germán gyógytudomány, de szintén
ide tartozik, hogy tisztázzuk, hogy most valakinek a középfülgyulladása attól van-e, mert szájlégző, vagy attól, hogy hangfalat konfliktusa van. Mert a szájlégzés miatt az eusztákkürt nem tud szellőzni, és az orrban összegyülemlett hát váladék és abban elszaporodott helyi, mondom, saját mikrobáink, ezek itt föl fognak jutni, és természetes gyulladásos folyamatot fognak elindítani. A szájlégzés megszüntetésével gyakorlatilag ezek a panaszok is elmúlnak. Persze a szájlégzésről akár egy külön webkonferenciát lehetne tartani. Annyiféle következménye van. Most erre nem szeretnék külön kitérni, de csak szólok, hogy ilyen történetek is vannak a középfülgyulladás esetén. A hang a középfülből ugye áttevődik az ovális ablakon keresztül a csigába. Na most ez a csiga, amit itt a rajzon is látjuk, ugye egy csiga alakú dologról van szó, és két lemez három részre osztja, látjuk a felső, a középső és az alsó részre, amiben hát egy ilyen folyadékkal teli üreget találunk. A lényeg az, hogy a beérkező rezgés, mondtam ugye, hogy a kengyelnek a csontocskája megrezegteti az ovális ablak hártyáját, és ezzel megrezegteti ezt a folyadékot, ami a csigában található. Most ez a rezgés, ez mozgásba hozza az alaplemez és a fedőlemez közötti kortiféle szervet, és a hangfrekvenciának megfelelő helyen ezek a szőröcskével ellátott sejtek hozzáérnek a fedőlemezhez. A hanghullámnak a frekvenciája meg meghatározza, hogy a csigának melyik részén fog hozzáérni a fedőlemez a szőröcskékhez. Nyilván a magas frekvenciájú, tehát rövid hullámhosszal rendelkező hangok, azok a csigának az alapjában már létrehozzák a fedőlemeznek a rezgését. A mély hangok ugye azok hosszabb hullámmal rendelkező hangok, azok pedig a tetejében fognak létrehozni hangérzetet, és annak függvényében, hogy honnan érkeznek a csigának, melyik részéről érkeznek ezek az idegingerületek, a hallóidegen keresztül eljutva a hallóközpontba fogjuk megkülönböztetni, ahogy Réka is mondta, azt a 400 ezer féle hangot. Valami döbbenetes ez a kis szerkezet, ami természetesen a csonton belül van, mondjam úgy, hogy bemarva. Ezt úgy képzeljük el, ezt a járatot, hogy van egy csonttömb, és ebben a formában találjuk meg bemarva, de hát, hogyha ábrázolni szeretném, hogy érthetően ezt valahogy így lehet megoldani. Tehát ez volt a traduktor, a jel átalakító, ami a mechanikai rezgést átalakította ideg ingerületté. A konfliktus ebben az esetben mindig arról szól, hogy valamit nem akarunk meghallani. És itt most már teljesen mindegy, hogy tehát az, hogy melyik fülemre vonatkozóan fog megjelenni a sípolás, a tinnitus, vagy valamilyen zaj, az attól függ, hogy jobbkezes vagyok, vagy balkezes vagyok, és anyagyerek, vagy partner oldali a konfliktuson. Tehát itt nem arról van szó, mint a középfülben, hogy jobb oldalt szeretném elkapni a hangi információt, bal oldalt szeretnék megszabadulni tőle, hanem itt ektodermáról, külső csiralemezről van szó, és a kezesség kérdése itt teljes mértékben érvényesül. Tehát a jobbkezes férfi vagy nő a jobboldali fülében fogja hallani
azt a hangot, amit sipolásnak fogunk nevezni, konfliktus aktív szakaszban, avagy tinnitusnak, ugye, így szokták ezt még szakmailag kifejezni, fülcsengésről van szó, és ez lehet zúgás, csengés, sipolás. Arról szól a történet, hogy nem akarok egy kellemetlen dologról hallani. Szoktuk azt mondani, hogy ezt hallani sem akarom, ez hallatlan. Ez hallatlan, erről többet nem beszélünk. Tehát ezek a dolgok vezetnek el oda, hogy amikor mondjuk megint azzal az emberrel találkozunk, aki ezt kijelentette, akkor csak elkezd csengeni a fülünk. Jobbkezes emberek esetében a jobb fülcsengés, az mire vonatkozik? Az mindig partner oldalról szól, vagyis mindenki, aki nem az anyám, nem a gyerekem és nem rólam szól. A jobbkezesnek a bal füle azért cseng, mert ezt a konfliktust az édesanyjával, a gyermekével vagy önmagával szemben élte meg. Balkezesnél fordítva van természetesen, balkezesnek a baloldali füle a partnerről szóló, erről többet hallani se akarok konfliktusa, és a másik, a jobb füle pedig az anya-gyerek oldal. Tehát a konfliktusnak a lényege, hogy nem akarunk egy kellemetlen dologról hallani, és rögtön kapunk egy figyelmeztetést, hogy hoppá, tényleg így gondolod, kedves gazdám, hogy nem akarod, akkor itt bejön a sípolás a konfliktus aktív szakaszban, és de még hallunk mellette rendesen, a megoldásban viszont arra a frekvenciára, amit nem akartunk hallani, arra a frekvenciára megszűnik a hallás. Tehát abban a frekvenciában mondjam úgy, hogy megsüketülünk, és természetesen, hogy ez a helyzet nem igen változik meg. Milyen érdekes, hogy a biológiánk a fülcsengéssel ad egy lehetőséget nekünk, hogy egészen biztosan hallani sem akarsz róla. Igen. Eszembe jutott a számítógép kezelésben is van egy ilyen felugró szöveg, hogy egészen biztosan törölni akarja, igen, nem opció, tehát mintha biológiában igen. is pontosan ugyanez működne. Pontosan ugyanezt történik a biológiánkban is, és ha valakinek fülcsengése van, vagy zavaros zajokat hall, vagy ciripelnek, vagy kalapálnak, vagy mit tudom én, az gondolkodjon el azon, hogy milyen körülmények közt jelent meg számára ez a zaj ismételten, ezek a körülmények mire utalnak, milyen konfliktust élt meg ilyen körülmények között, és rá fog jönni arra, hogy mi az, amiről hát meg kéne nyugodnia, hiszen minden, de minden, amit hallunk, az a túlélésünket biztosítja. Az nem az ellenségünk. De ha mi ezt nem akarjuk hallani, akkor ezt a biológiánk a mi parancsunkra megoldja. De azért kellene nagyon sürgősen ezt rendezni. Nyilvánvaló, hogy idős ember számára már nagyon sok minden előfordult az életében, amiről hallani sem akart, hogy ne csodálkozunk, hogy vannak frekvenciák, amelyeket már nem hall, és ez az egész önmagába való fordulás és a világtól való elfordulás, hogy hallani sem akarok már semmiről sem, semmilyen bántó információról, ez szintén halláskárosodáshoz fog vezetni. Nos, eljutottunk az egyensúlyérző rendszerhez, és ugye itt most a három félkörös ívjáratra szeretném fölhívni a figyelmet. Ez az XYZ tengelynek megfelelően helyezkedik el a tér három irányába, és ez is egy hártyával borított, mondjam úgy, hogy csövecske, és a végében látunk tömlőcskéket, illetve zsákocskákat. Most bent a töm a hengerbe, illetve a csövecskében ezt a képet látjuk, és ahogy elmozdul a fejünk akármilyen irányba, a tér bármelyik irányába, megmozdulnak ezek a mézszemcsék az érzékelő sejtek fölött, és rögtön megmutatják, hogy melyik irányba történt az elmozdulás, meg akkor is, ha a szemünket becsukjuk. Ugyanakkor
A tömlöcskékben, zsákocskákban, vagyis az félkörös ívjáratok tövében olyan mészemcséket, szintén mészemcséket találunk, amelyek hasonló otolitszemcséknek nevezik. Itt láthatók azok a sejtek, szőrsejtek, amelyeknek az érzékelő végét, hát mondjam azt, hogy megsikálják, megmozgatják, megérintik ezek a mészemcsék, és abban az esetben fogjuk egészen pontosan érezni, hogy milyen helyzetben áll a fejünk. Abban, ha jobbra-balra billegtetjük a fejünket, amint itt látjuk, ugye, akkor a megfelelő irányba elmozdulnak ezek a mészemcsék, és természetesen az adott helyről kiinduló idegrostoknak az ingerülete rögtön az agyunkban érzékeltetni fogja, hogy most jobbra meg balra billegtettük el a fejünket, de hogyha előre hátra billegtetjük, akkor meg abban az irányban fognak elmozdulni, azok a szemcsék mozdulnak el, amelyek ebben az irányban kerülnek ingerületbe, és akkor ezt fogjuk érezni. Tehát itt megint a mechanikai ingernek az ideg ingerületté való átalakítását látjuk ezekben az esetekben. A szédülés az valójában egy illúzió. Hát nyilvánvaló, ha valaki először ült ringlispiren, és leszállt, és még mindig forgott vele a világ, azt úgy érezte, hogy szédül. Miért? Mert még mindig mozgásban maradtak nála, mentek az ingerületek a félkörös ívjáratokból, és közben a szemével már a kép stabil volt. Vagyis az egyensúlyérzés az nem csak egyetlen ingerből adódik össze. Kell a látott kép, kell tudjam az izmoknak a tónusát, és mint mondtam, az idegingerület innen nem csak a fali lebenybe, az egyensúlyérző központokba jut el, hanem még a kisagyba is eljut, pontosan azért, hogy az izmoknak a feszességét, állapotát is be tudjuk folyásolni, tehát tudjuk megfelelő irányba elmozdítani az izmainkat, hogy el ne essünk. Van ugye forgó jellegű szédülés, amikor azt érezzük, hogy körbeforog velünk a világ, és van olyan, hogy azt érezzük, hogy előttünk hullámzik minden. Na itt jön be a bizonytalanság érzése, és attól tartok, hogy elesek, mintha puhára lépnék, mintha az, ahova lépek, az nem elég stabil, nem elég biztos. Na most itt nagyon sok egyéb is okozhat ilyen érzés. Nem az agyi keringés zavar következménye a szédülés. Ezt szeretném leszögezni, és ezért nevezik, hogy a kor előre haladtával a szédülésnek a gyakorisága egyre nagyobb. Nem. Kérem szépen, egy idős ember nagyon gyakran megéli azt, hogy kihúzták a talajt a lába alól, már nincs olyan biztonságban az élete, mint volt addig, amíg dolgozott és önmaga gondoskodott magáról, magát a kiszolgáltatott helyzetét éli meg bizonytalanságnak, és ez fog nála szédülést okozni. Az agynak a keringése tökéletesen megvan oldva, hat fölfelé ható, tehát az agyba, a koponyába érkező ér létrehozza a Willis gyűrűt és az agyalapon, és onnan az agy minden részére a megfelelő vérellátás megtörténik. Tehát nem ez lesz az oka, még akkor is, hogyha MRN mindenféle képeket mutatnak erről ki. Na most nagyon sokszor a nyaki csigolyáknak a betegségére fogják rá a szédülést. Ennek sincs semmilyen tudományos alapja, a nyaki csigolyák érintettsége az igazságtalansággal kapcsolatos biológiai válasz, és ha az artéria vertebrális, tehát még, hogy mondjam, valamilyen úton, módon be is szűkíti valamilyen folyamat, még akkor is marad bőven másik négy ér, ahonnan megfelelő mennyiségű vér érkezik a szervezetünkbe. Itt az akadémikus gondolkodás mindig vérellátási zavarban próbál magyarázatot keresni arra,
amire nem tudja a valós magyarázatot. Na most vannak aztán provokáló tényezők, amelyek tényleg szédülést fognak kelteni. Hát itt van a fejnek a mozgatása, meg mindenféle vizuális ingerek, a valzava manőver, aztán erős hangok is okozhatnak átmenetileg hirtelen megszédülést, vagy valakinek mondjam azt, hogy kikapják a lábát alóla, és bezuhan a vízbe, vagy a széket elveszik, és leül a nagy semmibe. Tehát ezek a testhelyzet változások, ezek igenis gondot fognak okozni. Hormonhatás, szapora, légzés, hiperventiláció, félelmek és túlszoros nyakkendő, illetve vibráció érzése, ez megint szédülést fog okozni. Ezek olyan tényezők, amelyek nem a germán gyógytudomány tárgykörébe tartoznak, de felsorolom őket, hogy tudjunk róla, hogy ez is szédülést okoz. Ugyanakkor az általános gyengeség, fáradtság, ez mindig a valamilyen programnak a megoldási fázisára utal, és hát akkor gyengék vagyunk, fáradtak vagyunk, esik a vérnyomásunk, ez teljesen rendben van, de a üldözési mániának nevezett történetek is bizonytalanság érzéssel járnak, és ne felejtjük el, hogy a gyógyszerhatás is elég komoly tényező a szédülés kiváltásából. Nyilván a kettős látás és különböző mozgászavarok is fognak szédüléses tüneteket okozni, például szklerózis multiplexben, vagy szemmozgászavarok, amikor a nisztagmusról, a szemtekerezgésről van szó, mert oldalról jövő félelem az, amit még mindig nem oldottunk fel. A legfontosabb megértés pedig az, hogy minden eleséssel kapcsolatos, fel nem oldott félelem, konfliktus, az biztos, hogy szédülést okoz, minden bizonytalan élethelyzet, amit úgy élek meg, hogy kihúzták a talajt a lábam alól, kihúzták a biztos megélhetésemet, de úgy élem meg, hogy bizonytalannak érzem a jövőmet. Nos, ezek azok lesznek, amelyek, ezek az fel nem oldott érzések, amelyek ha sínre kerülnek, akkor mindig újra és újra szédülés érzést fognak kiváltani nálunk. És eljutottunk a idegi központba, a hallás központba, mint mondtam, az agyalapon található, és ha az agyalapon megnézzük, ugye ne feledjük, hogy ugyanezen a szinten látjuk, ugye, a kisagyi metszetet és az agytörzsnek a metszetét is. Tehát egészen agyalapi szinten vagyunk, csak hogy ezektől előrébb az agyalapon látjuk a két halló központnak a megjelenítését, Hammer doktor rajza szerint. Nos, itt arról van szó, hogy jobbkezes vagyok, balkezes vagyok, és a konfliktus, ami hallás konfliktus, az valójában birtokra vonatkozó konfliktus. Mert ha birtokra vonatkozó konfliktusról van szó, lehet, hogy egy adott mondatot jegyeztem én meg, ami arról szól, hogy a birtokom elvesztését fogja okozni az, ha mit tudom én, mi történik. Tehát egy nagyon súlyos fenyegetés, mint megmaradt mondat, ez itt rögzül a megfelelő helyen. Na most a férfi birtok az minden, ami a kerítésen kívül van, és itt nem a birtok egy részének a konfliktusáról, hanem az egészről van szó. A női birtok az mindig a kerítésen belüli történetről szól, és ebből az következik, hogy a ház, a gyermek vagy a szexualitással kapcsolatos információk, hallások fognak ide nagyon komoly hát becsapódást létrehozni, aminek következménye lesz. Akkor ha mindkét oldal érintett. Tehát ha valaki megéli anyagyerek és partner oldalon is ezt a konfliktust, akkor alakul ki az úgynevezett halláskonstelláció, és a halláskonstellációnak a lényege, hogy a bizonyos mondatok ismétlődnek, vagy a konfliktussal kapcsolatos zajok, zörejek, egyebek, és
birtokkonfliktushoz hasonlóan itt is a mérlegszabály az, ami érvényes, tehát attól függően, hogy mely konfliktus mikor kerül sínre, lesz az illetőnek a viselkedése mániás vagy depresszív. Ezeket a dolgokat szerettem volna röviden kiemelni, hát itt lehet szó ugye zümmögő hangról, lehet szó súrlódó zajokról, sípolásról. Nyilvánvaló, hogy ezek a zajok arra a zajra vagy körülményre fognak utalni, amiben az illető az adott konfliktusát megélte. De amikor hangokat hall, azt ugye régen úgy hívták, hogy paranoid skizofrénia, az csak annyit jelent, hogy dupla hallás konfliktusa van az illetőnek, és nyilvánvalóan ezt az egyiket, amikor megoldotta, akkor azonnal megjelenik a másik fülben a zavaró zaj, vagy sípolás, vagy egyéb. A hallással kapcsolatos kórképekről egy rövid összefoglalót szeretnék adni, persze nem a teljességre törekedve, csupán a leggyakoribb dolgokat megemlítve. Hallottunk sokszor olyat, hogy Meniere betegség. Ugye, miről szól ez? Ez egy gyűjtő fogalom, mert amikor valakinek van hirtelen szédülése, egyoldalú fülzugása és egyoldalú halláscsökkenése, azt úgy fogjuk hívni, hogy Meniere betegség. Hát akkor miről van itt szó? Van egy egyensúlyvesztés érzése, konfliktus aktív szakasz, vagy sínre került, mert még mindig nincs megoldva, tehát ez egy policiklikus lefolyás. Van egy zavaró hang kiiktatására utaló története, ami konfliktus aktív szakaszban van, és birtokkal kapcsolatos, nem akarom hallani című konfliktusa egyben. Na, és ezt elnevezték Meniere szindrómának. Az otoszklerózis azt jelenti, hogy a hangfalat konfliktust túl sokszor lefuttattuk, és még mindig függő gyógyulásban van. Az a lényeg az, hogy a középfülben a hallócsontocskák közötti, hát mondjam azt, hogy összeköttetések elmeszesednek, ezért szklerózis, középfülnek az elmeszesedése, leginkább a kengyel szokott érintve lenni, vagy legelőször az, és aztán utána a többi. Nyilvánvaló, hogy ez mind hangvilával tesztelhető, hiszen az illető a hangvilának nem hallja a rezgését, de ha a hangvilának a talpát rátesszük a csecsnyúlványnak nevezett képződményre, ugye a koponyánkon, akkor rögtön hallani fogja a csontos vezetés által az adott hangot. Itt hát a jó hírem az, hogy ha ezt már tönkretettük, akkor nagyon ügyes és minden elismerést megérdemlő fülorgégész, sebészek képesek más helyről kivett csontocskákból ezeket a hallócsontocskákat legyártani, beépíteni, és visszatér az egész, szóval döbbenetes, hogy hol tartunk, de amit már így tönkretettünk, az úgy magától nemigen fog helyre jönni. Aztán abban olyan, hogy fülváladékozás, ilyenről is gyerekeknél gyakran hallunk, hát természetesen, hogy megoldási szakaszban van a hangfalat konfliktus, és ezért váladékozik a füle az illetőnek. A koleszteatóma, vagy ciszta, ugye, ez csak annyit jelent, hogy a középfül gyulladás után ott marad egy ciszta a gyógyulási szakaszban, ez a hangfalat konfliktus megoldása, de hát most már akkor valójában ugye, hogy valahogy nem akarom már hallani, vagy nagyon szeretném hallani történetet, a hallással kapcsolatos konfliktusainkat kéne egyszer s mindenkorra leállítani, és ha bántó hang ellen akarunk védekezni, kialakul az akusztikus neurinóma, neurofibromatózis, erről mint Recklinghausenkor beszéltem már az IRH-val kapcsolatos programoknál, és mindig arról szól a történet, hogy átalakul az adott idegnek a vezető képessége, és pontosan úgy, hogy az őt burkoló
hát velőhüvely átalakul, és ezáltal fogja védeni a bántó hang ellen. Ugyanez történik akkor, amikor a fájdalom elleni védekezésképpen úgynevezett zsírcsomókat növesztünk. Tessék, akinek ilyen van, az fájdalomtól való félelem miatt csinálja ezt a Recklinghausen-kórnak nevezett betegséget, és ott, ha megérinti, mindig kevésbé lesz érzékeny, mint a nem kitudorodó része. Na, ugyanezt csináljuk a fülünkben, a bántó hang ellen védekezünk. És hát ugye vannak különböző standardok, hogy mi az, hogy hiperakúzis, ugye zajérzékenységről van szó, valakinek már túl sok a hanggal kapcsolatos konfliktusa, és ezért lesz érzékenyebb már minden zörejre, és a hipakúzis az a hallás csökkenésnek a kialakulása, ami ugye, mint a fentiekből is kitűnik, lehet idegi és lehet vezetéses, a vezetéses a középfület érintő bántalmak, az idegi pedig a nem akarom hallani program le nem állításából adódik, és hát itt van az a táblázat, ami megmutatja, hogy milyen frekvenciák azok, amelyek már igen súlyos halláscsökkenést okoznak. Én szeretném tisztázni és tudatosítani mindenkiben, hogy a germán gyógytudomány alapot ad a megértéshez, nem csak a hallásban, hanem minden bennünk lezajló biológiai programban. Mert rámutatta a germán gyógytudomány arra, hogy nem a kortól, nem a nemtől, nem az etnikai hovatartozástól, stb. Függ az, hogy valakiben milyen betegségek lesznek, vagy milyenek nem lesznek. Ezek statisztikai megfigyelések, amelyeket a medicina végez, de semmi okozati összefüggés nem áll az általuk kimutatott statisztika és a betegségek valós előfordulása között. Mondok egy példát, hogy elhízott embernek lesz csigolyasérve. Hát teljesen vézna embernek is lesz csigolyasérve, hogyha a személyiségében megélt tőleértékelést nem oldja föl. Tehát az úgynevezett betegségek a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától fog függni, attól, hogy ez konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban van, és hogy gyakorlatilag mennyire éljük ezt az egészet meg magányosan, mert minél magányosabban élünk meg valamit, annál súlyosabbak lesznek a tüneteink. A konfliktusokat lehet halmozni, a csúcsot egy hölgy tartja 34 konfliktus aktív fázisban levő konfliktussal, és még mindig élt. Szóval sokat kibír a biológiánk, de nem lehet visszaélni, mert egy adott ponton azt mondja, hogy vége a játéknak, és Hammer doktor rámutat, hogy a daganatos betegek nem a daganatukba halnak bele, hanem a fel nem oldott konfliktusukba és a pánikjukba, félelmekbe, lemerítik a biológiájukat. Tehát a fel nem oldott konfliktusok azok a személyiségünkre is kihatnak, megváltozik a viselkedésünk, és hangulati változásokat is ez fogja okozni, nem pedig az időjárás. A fel nem oldott konfliktusok feltárásával és megoldásával fogjuk valóban megoldani a problémáinkat, és nem kell a következményeket kezelni egy életen át. Persze természetesen vannak emberek, akik nem hajlandók ezen elgondolkodni, azoknak szedniük kell a gyógyszereket, hogy elviselhető legyen számukra az élet. Itt valós tudományról beszélünk, mert ez reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Teljesen mindegy, hogy egyenlítő született néger emberről vagy eszkimóról van szó, halálfélelmi konfliktus mindegyiknél a tüdőszövet szaporulatot fogja elindítani, amit ugye tüdőráknak neveznek. És előre jelezhető, ha tudom, hogy mikor volt a konfliktus aktív szakasz kezdete, mikor volt a DHS, mikor oldotta föl, akkor igenis előre jelezhető, hogy mikor a várható az epileptoid krízis és a teljes megoldás. Tehát nincs olyan, hogy egyeseknél így lesz,
80%-ban lesz Bazedov-kor, 20%-ban nem lesz. Ilyen nincsen. Minden tünetnek, minden történetnek ott van a fel nem oldott konfliktus a hátterébe, attól függetlenül, hogy minek nevezzük ezt a mai akadémikus orvoslással. És nem statisztikán és állatkísérleten alapszik, nyugszik, nem kell állatokat megölnünk azért, hogy valamire rájöjjünk, hanem az embriológia, amit első éven minden orvostan hallgató hallgatott és levizsgázott belőle, és az öt biológiai természettörvényre épül, ezt pedig még senki nem tudta megcáfolni, hogy már pedig biológiai lényként pont így működünk, hogy ezt Hammer doktor leírja. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető tudományról van szó. A lényeg itt az, hogy amit érzelmileg indítottam el, azt érzelmileg oldjuk föl. Az állatok nem képesek az érzelmi feloldásra, ők kerülik a sineket. Az ember viszont valamivel több, mint egy biológiai lény, és hogyha megoldja érzelmileg mindazt, amit megélt, onnantól kezdve természetesen egyszer és mindenkorra megoldódik a betegsége, a sinek eltűnnek, ha érzelmileg oldottunk föl mindent. Thank you.